Játéknak indult, de mára már egy külön sportággá nőtte ki magát. A hétvégén kezdetét vette a Konfoci országos bajnokság. A komáromi válogatónak az Arany 17 rendezvényközpont adott otthont. Gyermekkorunk játéka, úgymond, ezt szinte ismeri mindenki. Gyakorlatilag ennek a játéknak a továbbfejlődött, fejlesztett sportváltozata. Ezt versenysporttá nyilvánították, országos bajnokság van belőle, illetve európai és világbajnokságot is rendeznek. Jelen pillanatban a mai nap az NB1-es csapatbajnokságot fogjuk rendezni Komáromba, 10 csapat részvételével. Az ország különböző pontjára érkeztek csapatok, sőt, Marosvásárhelyről is van egy csapat az indulók között. Egy csapat 4 főből áll, és csapatonként mindenki játszik az ellenfél játékosának a hasonló besorolású játékosával. A sakkhoz vagy a teniszhez hasonlóan a konfociban is élő pontszám van, ami meghatározza a csapaton belüli rangsort. Az első fordulóban az első számú játékos játszik az ellenfél negyedikével, a kettes a hármasa, mivel 4 fordulós a bajnokság, így mindenki majd körbe fog érni, és a végén lesz eredményhirdetés, összesítés. Az első 8 automatikusan bennmarad az NB1-be, a 9-10 pedig kiesik és a másodosztályba fog menni. Az egész napos bajnokság szellemileg és fizikailag is terhelő, hiszen a versenyzők egymás után több mérkőzésen is részt vesznek. Az asztali labdarúgást nem csak csapatban, hanem egyénileg is lehet űzni. Ebben a kategóriában is számos versenyt szerveznek országszerte, így városunkban is. Holnapi nap egyéni versenyre kerül sor, szintén az ország több pontjából, közel 40 versenyzőre számítunk holnap. Kassák kupa, Tóth Tibor emlékverseny néven. Annyit kell tudni, Tóth Tibor volt a Konfoci szakosztálynak az egyik alapító tagja 1970-ben, ő sajnos 8 éve elhunyt. Őnek emlékére rendezzük a versenyt. A Konfoci országos bajnokság mind a két kategóriájában indultak komáromi játékosok. Tóth Béla, a szakosztály vezetője, szeretné a jövőben a konfocizás világába csábítani a város fiatalabb generációját is.